Sziasztok! Mint tudjátok, a hobbi céllövészet területén nagyon széles tárházzal rendelkezik a fegyverbolt és a fegyvergyártók, hogy mégis milyen eszközt tudjál magadnak vásárolni erre a célra. Ebben a videóban azt szeretném nektek elmondani, hogy ha valaki kicsit komolyabban veszi a hobbit, mint ahogyan mások gondolják, akkor mégis milyen hibába ne csúszson bele, ami arra próbál kicsit rávilágítani, hogy nem minden az a jó, ami marha drága. Itt most röpkedni fognak a 100 eurók ebbe a videóba. Kezdjünk is bele. Két típust különböztetünk meg általában hobbi céllövészetre, amit az emberek meg szoktak vásárolni. A széndioxid hajtóanyagú fegyvereket, mint ugye ez adja az energiát. Általában ezt azért szokták vásárolni, mert a gyártók rengeteg replikát készítenek, ezáltal némi jellegű gyűjtés is van itt a háttérben. Aki ezt komolyan gondolja, aki nem gondolja komolyan, az csak megveszi az egytől a fegyverét, hozzá a széndioxid patronokat, meg némi jellegű diabolót, esetleg acélbb-t, és akkor vagy a pincébe, vagy a kerthátuljába elkezd vele lövöldözni. Na igen, de mit is várunk ezektől a fegyverektől? Lehetőség szerint, hogy pontosak legyenek. De van, mikor ezt az eredményt nem hozza. Ez adódik a fegyver hibájából, a konstrukciós hibáiból, és természetesen, mivel nem állandó gáznyomással dolgozik a fegyver, így a széndioxid hajtó anyag hibájából is, ez egy vele született jelenség. Szóval azért mondta, hogy repkednek a 100 eurók, mert sorolom az árakat. 99 euró a Colt 357-ese. Ez egy L-frame revolver, replika. Sigsauer P226-os. Ő egy széndioxidos pisztoly egyébként. Ő a kivétel. Ő 210 euróba kerül. Került, bocsi. Nem. Hülyeséget mondok rá, csak ő kerül 180 euróba. Sigsauer 320-as. Nagyon jó promót csináltak neki, hogy az éles lőfegyvernek is mennyire fasza. Max Michel reklámozta egyébként a Sigsauer, elő a Sigsauernek a reklámarca, hogy mégis mennyire hú, de jó lehet egyébként ezzel olcsó pénzért, egyszerű befizetéssel gyakorolni és tréningezni, mert a fegyver nagyon pontos, nagyon fasza, nem fasza. Mindjárt elmondom nektek, hogy miért. Előző videóban említett Perfecta S3-as, 50 euró körüli vételára, mostani világban, egyébként én ezt annó Diabolóval együtt vettem 70 euróért, és a Fireball M65-ös, ami már kicsit túllép a hobby szinten. Sőt, rendesen túllép a hobby szinten, mert ez annak idején 10 pár évvel ezelőtt versenyfegyvernek tervezték meg, és annak is gyártották le. Egyébekben mai napig is helytáll előtére. Ha már revolverrel kezdtem a sort, akkor bemutatás szempontjából a részletes ismertetőiben is kezdjük revolverrel. Ugye ez egy L-frame, egy L-tok méretű 357-es Colt Piton 2,5 csőhosszúságú revolvernek a replikája lenne. Hát külsőre haj az működésében nem igazán, ugyanis ez a korong az, ami kivehető, és az sem billenthető ki, hanem ugye ezt a tengelyt elhúzod, kiveszed a korongot, visszarakod, stb. A patront azt ide lehet elhelyezni. Ha feltöröm nektek ezt most egyenlőre nyitni törés nélkül. Patront ide tudjátok betenni. Markolat panelben van egy imbusz kulcs. Ugye azzal ráhúzod, és akkor lehet kezdeni a gyakorlatot. Most mondom nektek, nagy szólása van. 5 méterről is, mint önvédelmi távolság. Ott is nagyon nagy szórás van, 3 méterre meg nem érdemes ráállni, mert esetlegesen, ha a lövedékfogó nem végzi jól a munkáját, akkor a diabóló kisebb eséllyel, de az acél BB, én ezt lehet használni acél BB-vel, és nagyobb eséllyel fog visszapattani, és esetleg sérülést okozhat, úgyhogy ezzel tartózkodjunk. Túl sokat nem kell tőle várni. Sörös doboz gyilkolásra még azt mondom, hogy ideális. Időrendi sorrendben a SIG 226-osa, ő úgy került hozzám 180 euróért, hogy előbb modellje volt a 250-es,
aminek volt némi probléma a tömítésével, és ezért visszacserélték nekem az Amoxba természetesen a szabályok szerint. Ő meglepetést okozott nekem, ugyanis nem csak 10 méterről, 15, 20 és 25 méterről is még az A4-es nagyságú lőlapon belül lehet tartani a szórást. Kicsit balos, azt azért oda kell figyelni rá. Csomály János tesztelte a fegyvert, első blikre meg volt vele elégedve. 5, 10, 15, 20 és 25 méter távolságokból több lövéseket adott le. Általában a lőlapon 8-8 lövésekkel kínáltuk neki a bulit, kétszer cseréltünk benne patront. Elismerően szólt a fegyverről, mondjuk azt tudni kell róla, hogy nagy cikk-szóveres, szóval maradjunk itt. Egyelőben saját tapasztalatom. Az, hogyha valaki tényleg egy replikát akar magának vásárolni, ami jó és megbízható, konstrukcióban ott van, mert az a fegyver ott van a konstrukcióban, akkor ha már ki akarod adni ezt az A8-an eurót, akkor ad ki érte, mert megéri. Viszont csodát ne várjál tőle. Versenyre meg ki se tedd a lábad vele. Ki fognak röhögni, sőt nem csak ki röhögnek, ki is dobnak röhögtélre. A sokak által hőn állított 300-600 Sigsauer. Ugye én is pontosan azért vásároltam meg, mert ugye kijöttek a piacra a légpisztoly verzióval, egyébként már kijöttek az M17-esével is, meg az X-Fire-val. Na hát ő nekem volt a csalódás. Jobbos a fegyver, tartósan jobbos a fegyver, jobbra hold, akármilyen diabolót pakolok bele, akkor is jobbra hold, rendesen kell korrigálni a fegyverre 10 méteren belül a lőlapról, hogyha nem figyelsz ott a célzás közben, de szaladsz a lőlapról. Sörös doboz gyilkolásra alkalmas, meg arra alkalmas, hogy a vitrémet árold, ugyanis van egy nagy problémája szerkezetileg, az az, hogy a tár, gyakorlatilag, egy futószalagon adagolja tovább a diabólókat, és ez bizony szeret nagyon szépen elakadni, és dinamikus lövészetet szeretnél vele végrehajtani, ez a ránduplázások nem fognak vele menni, mert el fog neked akadni ez a szállítószalag. A másik fontos probléma, amit érdemes megejteni és megemlíteni, a 226-ossal szemben a... Látom ezt a szart venni. Gyere már, ne bazd meg! Azaz, hogy itt is a széndioxid patron fel kell csavarni, aminek van egy nagy hátulütője, a tömítést szépen, könnyen és nemes egyszerűséggel tömtet tudod benne tenni, ami azt jelenti, hogy garanciális alapokon vissza a feladónak, és akkor majd ezt neked megjavítják valamikor. Visszakanyarodunk egy kicsit a 226-oshoz. A 226-osnak a tárja, ez egy ilyen dupla revolver szerkezetes tár, 24,99 € egyébként két tartaléktár hozzá, megéri megvásárolni. Volt olyan tárom, amiben diaboló hiba miatt ugye elakadt, de egyébként ezt tudtam orvosolni, ez az egyik jó dolog, hogy ez egy megbízható konstrukció tár tekintetében. A széndioxid adagolása tekintetében pedig még megbízható, ugyanis egy szerkezet van benne, ami azt jelenti, hogy ha belerakod a patront, szépen felhajtod, és saját magának megfeszíti, rákattintod a zárat, ott tartja a helyén, és gyönyörű szépen a tömítésed, majdnem, hogy éppenséggel nem örök életű lesz. Szóval én még mindig azt mondom a széndioxidosok közül, ha már nagyon Sigsauer buzik vagyunk, vásárolni 226-ost. Következő kategória, ugye a csőletörős vagy oldalkaros springes rendszerű légpisztolyok, kivétel ugye a DX-17-es, mert a szar úgy, ahogyan van. Ugye a Perfect S3-as, ezt az előző videóban bemutattam, erre nem kell túl sokat beszélni. Egy lövető konstrukció egyébként sörös doboz írtása több, mint jó. Céllövészetre, elsajátítására, az alapok megtanulására, gyakorlásra úgy, ahogy mondom, több, mint jó. Ez a fegyver egy remek alapozó lehet egy sportra, egy lövésport elindulásához. És ki kell mondani azt, hogy rengeteg világbajnok, Európa bajnok légfegyveres kölyök korában ilyen rendszerű stukkerrel kezdett. A következő légpisztoly egy oldalkaros Fireball M65-ös. Ezt a fegyvert csak is kifejezetten versenyre tervezték és versenyre gyártották. Nem is kell erről egyébként túl sok szót mondani, mert ez a fegyver alapból kiesik a hobby bringák kategóriából. Ez csak akkor játszik tár a szerepet,
hogyha tényleg komolyan gondolod a lövéssportot, és akkor már léptél egy szintet, például erről a szintről, léptél rá erre a szintre, ami azt jelenti, hogy már a fejedben vannak az alapok, a kezedben és az ujjadban vannak az alapok, a szemedben van a célzásnak az ismerete és elmélete, és innentől kezdve ezzel a fegyverrel már lehet gyönyörűen a gyémántot csiszolgatni. Ennyit szeretném volna ebben a videóban elmondani, remélem, hogy túl sok hülyeséget nem hoztam itt össze nektek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok meg, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!